Mondhatnám, olyan baraksú. Beszéljünk a megtorlásról. Kérem, megtorlás az nem volt. Az csak úgy volt, mondták, hogy megtorlás, de megtorlás nem volt. Megtorlás nem volt. Én azt akarom most... Na látja, én is erre akartam beszélni. Azt akarom megkérdezni, hogy hogy jöttek be az oroszok? Az oroszok úgy jöttek be, hogy valamelyik elvtárs fölhívta a mentőket, az asszonynak égése volt, gyomorilag. Érti? Mentők nem vették föl. Nem vette fel a rendőrség se. Hát valakit föl kell hívni, nem? Inkább beszéljünk arról. Arról akarok, amiről pontosan erről akarok beszélni. De annak közben dumál, akkor így megakaszt. Szóval, ott álltak sorba a szovjet elvtársak ugye a vasútállomáson, ugye? Na de hát, hát nem jött a vonat, ugye? Hát késés meg ott. És kérem szépen, nem tudtak bejönni. Ha-ha! Ugye? Autostoppal nem lehet bejönni. Hát azért. 100 000 ember autostoppal nem tud bejönni. Várjon, hagyd mondjam végig. Maga mindig közbe akar. Igen, de én arról lennék... Erről beszélek, pontosan, amiről maga akar beszélni. És akkor jött egy tank, kocsi oszlop, hát ott dolguk volt. Azt mondja, elvtársak, nem vinnétek el szolnokig, itt van a közelbe. Ugye? Határon vámellenőrzés nincs, tankra nincs vámellenőrzés. Ugye? Mert mit tud átvinni? Maximum 4-5 tonna lőszert. Hát az meg nem ügy. Főszöltek az elvtársak a tankra, és szolnokig elhozták őket az elvtársak. És azt hitték, hogy Suezné vannak, ugye? Keresték a pálmafát, meg a izét keresték, ezt a piramidon, ezt a izét, amiben betemették az akkori előjárót, azt a tanácselnöküket, ezek az emberek. Én arra lennék kíváncsi. Arra, hát pontosan erről beszél. És akkor még ejtőernyős elvtársakat is ledobtak a szovjet elvtársak, és ezek így csodálkoztak, hogy milyen szép, csak hol van a sivatag, ugye? Már azt mondták, hogy minden ház van. Hát ahhoz, hogy sivatagban legyenek, szét kell lőni a házat, nyilvánvaló megdől, mert nem lesz, az életben nem lesz homok sivatagot nekik, érti? Na ez volt a lényege. Ez a lényege. Azt szeretném megkérdezni. Én már tudom, hogy maga mit akar megkérdezni. Na, mit? Na, ezt most nem tudom hirtelen. Talán térjünk a tárgyra, tehát mi volt a párton belüli tagozódás? A tagozódás? A helyzet. Hát kérném szépen, a pártszervezeten belül is minden egyes aktív a pártag volt. Nem tudom, hogy érti-e. Ki írta a politikusok beszédeit? Friedrich Engels és Karl Marx is írta. És egyszer a Bakunin úr is küldött nekünk egy beszédet, de az anarchista, azt kizártuk. Még 1864-ben. Ön is írt beszédet? Hogyne. Nagyon sok beszédet írtam, kérném szépen. Úgy alakult a helyzet. Elnézést, csak kamuzok. Úgy alakult a helyzet, hogy a főtitkár elvtársnak a beszédét, amit neki írtam, azt ő saját maga mondta el a saját szájával. Nem tudom, hogy érti. Nem egészen. Hát nagyon egyszerű. Én nem mondhattam azt el, hogy kedves elvtársak, ezt én nem mondhattam, igen. Ezt csak ő mondta, hogy a magyar szocialista Gáspár, ugye? Én ezt nem mondhattam így el! Értem, benne volt a föld alatti mozgalomban? Hogyne, egész a Calvin térig csináltuk, hogyne! Csak később a víz miatt kiszálltunk belőle. Mi volt a fedő neve? Lábas. Végig Lábas volt a fedő nevem. Volt felső kapcsolata? Hogyne, a feleségem, végig. Az anyósomról nem is beszélek, az marzasztó. Most mivel foglalkozik? Hát kérem szépen, arról van szó, hogy én most ugye az üzleti vállalkozások idejét éljük, KFT-n van, kérem szépen egy kis gonddal. Hát kis gond az mindenütt van. Igen. Mi most jelenleg olajtüzeket oltunk Szeged környékén, ugye? Ott nincs is olajtűz. Na ez a kis gond, látja? A csehszlovákiai bevonulás mennyiben volt katonai kérdés? Nem volt katonai kérdés, mert ugye politikai kérdés volt. Épp itten a jegyzeteimben most néztem, ugye? Ez egyértelműen ugye egy politikai dolog volt, mert Kistál Vilmosnak volt mindenki öltözve, és hát a lőszeres kocsiba alma volt leginkább, ugye? Mivel mentek ki? Mivel muszáj volt, mert parancsba adták a szovjet elvtársak, és ugye hát a katonáknak nem volt tűzparancsuk, ugye? Maximum annyit lehetett mondani, hogy figy fene, ez volt a maximum. De önök laktanyákat foglaltak el? Nem. Itt van például, le is van írva, azt mondja. Itt van. Azt mondja. A cipő sarkalása háromszor... Ez nem az, bocsánat, hogy fél. Elnézést. Mikor tudtam... Pillanatot meg... kérek szépen, nem. Az volt, hogy odamentünk a laktanyához, és bekopogtunk, ugye? És
akkor azt mondták, hogy szvobód, szvoboda, illetve szobodna. Bementünk, ugye kérem, és akkor ott lefeküdtünk aludni, de megtörültük a lábunkat, nagyon szerényen viselkedtünk. Minden esetre az éjszaka után elnézést kértünk a megszállásért, ugye, hát az természetes volt. Mikor tudta meg a bevonulást? 3 év múlva, amikor hazajöttem a Krímből, akkor szóltak. Ön is kint volt személyesen? Hogy, de többször kimentem személyesen. Mivel utazott? Hát kérem szépen, én megmondom, nekem volt egy szolgálati vonatom, ugye, másodosztályú. És ugye hát én avval mentem ki, de nem katonai vonat volt, teljesen civil vonat volt. 2-szer le is szállított a kalauzban, nem volt jegyen például, úgyhogy... Nem, ugye nem volt katonai kérdés. Értem. Ugorjunk az időben. Ugorjunk. Mi a véleménye Bokor úr könyvéről? Melyikre a... A Kiskirályok mundérba. A Bokor úr. Erre egy Petőfi idézettel szeretnék válaszolni, igen? Hogy reszket a bokor. Ha újra kezdeni, bevonulna-e Ágcsernyőnél Csehszlovákiában? Semmiképpen, soha többet. Megbántuk. Akkor nem. Mit tenne? Komáromnál mennék jóval rövidebb az út, 30 kilométerre. Ön már akkor hallotta a hangját, amikor még kevesen merték. Igen, kérem, hát 1956 után én konkrétan megmondtam, nem értek egyet az orosz bevonulása, az orosz csizmával, ami rátette a lábát a magyar tankokra, kérem, és az orosz tankokkal sem értettem egyet. Mit mondott 1968-ban? Kikértem magamnak, egyszerűen írtam egy 12 oldalas levelet a Kádár János úrnak, ahol tiltakoztak, és megmondtam azt is világosan, ameddig az oroszok nem mennek ki az országból, addig én nem jövök le a fáról, kérem. Fölmásztam a fára, nem mennek az oroszok, nem jövök le a fáról, kérem. Nem félt a retorziótól? Nem féltem a retorziótól. Brezsnyevet is bírálta. Igen, kérem. Igen, kérem. Megmondtam, hogy ilyen szemöldökkel nem lehet elmenni egy diszvacsorára. Hát azért, gondolja, csak el kell hullik ott a szőr bele a levesbe, hát ez gusztustalan. Pödölje meg, vagy csináljon belőle valamit kell. Hát ez egy képtelenség volt. Ó, bocsánat, kérem. És megmondtam, az így megy tovább, akkor levonom a konzekvenciát. Nem vagyok hajlandó többet szódavizet inni. Megyék tudomásra. Nem gondolta a következményekre? Gondoltam, kérem, nekem ugye gyomorsabb túltengésem van, és ez egy veszélyes dolog, ha megmondtam magamtól a H2CO3-at, kérem szépen. Ugye, mert én oxigén hajtóanyaggal nem bírok működni, kérem. Élesen bírálta 79-ben az afganisztáni bevonulást. Azt mindenki, de én különösen, én érzékeny vagyok. Afganisztán az nekem egy gyenge pontom, kérem. Az EP-men kívül az egyetlen gyenge pontom van, Afganisztán. Kérem, ez nekem a belgyógyásról megmondta, hogy vigyázzon magával, mert vagy az EP-je, vagy Afganisztán. Bejött az Afganisztán. Hogyan tiltakozott? Hát egyszerűen Lábújhegyen. Kimentem, kérem szépen, hogy lásson a transzpáns vége, és akkor fölírtam a transzpánsekre, hogy tiltakozunk, ki Afganisztánból, kifelé onnan, mit képzeltek, stb. Ilyeneket írtak. Nem tartóztatták le? Nem. Miért? Valószínű nem tudták elolvasni, mi van ráéve a táblára rajzol. Magyarországon? Dehogy kérem, Buenos Airesben, az ottani belügyminisztériumban. Én kérem, 56 óta Argentinában élek. Kérem, ott is többször megmondtam, hogy Buenos Aires. Megmondtam.